Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ugi Attila, a főváros fideszes KDNP-s képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a heti TV Pirkadat reggeli politikai magazin műsora. Nézzük a kötelező köröket. 5782, ávhónap 28-át írjuk. Míg a polgári időszámítás szerint 2022. augusztus 25-e csütörtök van. Ma a Lajosok ünnepelnek, és mi készülünk a péntekre, a hétvégi ünnepre. 160 évvel ezelőtt született Bauer Gyula zsidó Jákob Benczi, magyar származású katona, császári királyi ezredes, az első világháború egyik kiemelkedő harcteri parancsnoka. A nap folyamán rá is emlékezni fogunk. És akkor nézzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank közép árai milyenek. Az euró 409.14, míg az amerikai dollár 409.72, és amíg mindig nincs miniszterelnöke a brit birodalomnak, 484.13, azaz az angol fontára. A várható időjárás 19 és 32 Celsius fok között várható. Tehát, mint mondani szoktam, figyeljünk oda a picikre és a szépkorúakra, a folyadék háztartásukra. Igyunk, ha lehet, akkor egy kalapot vagy egy sapkát tegyünk a fejünkre. Na, ha templomba megyünk, akkor vegyük le, mármint hogyha katolikus templomba, ha zsidóba, akkor maradhat. És ha lehet, hosszújú valamibe, és nem a napon maradni. Kocsiba nem hagyunk sem gyereket, sem kutyát, mert annak rossz vége lehet. Ennyit előjáró van, és most utána megyünk, intim kérdésekkel megkérjük a Fidesz-KDNP képviselőjét, hogy a Városházán, a pincébe lehet-e festéket és olyan papírt találni, amivel pénzt lehet nyomni. Majd mindjárt kiderül, hogy miért kérdezem. Még egyszer szép jó reggelt. Én is reggelt kívánok. Melyik részében hamisítják a pénzt, illetve monopoli játékpénzt nyomtatnak a Városházán? Nem tudom, hogy melyik részben, de hogy hirtelen előugrik valahonnan egy csomó forrás, amit el lehet költeni, azért ez eléggé izgalmas, azt kell, hogy mondjam. Tehát az, hogy ugye a választási kampány idején ígérnek fűtfát, aztán arra hivatkozva, hogy... Hát fát azt van nehezen, mert abból kevés van. Igen, hát fát kevesebbet, inkább fűt akkor. Ígérnek, és aztán utána visszakoznak, hogy azért nem tudják teljesíteni, mert a gaz kormány elveszi a forrást, vagy egyszer hirtelen, amikor eszükbe jut, akkor meg előveszik, és elkezdik ezeket osztogatni, amire éppen kedvük van. De én nem is igazából erre hívnám fel a figyelmet. De mit kezdenek el osztogatni? Most van, vagy nincs? Hiszen ott van. Nem lát. Az a történetnek... Szóval nem akarja bevallani, hogy van, vagy nincs. Hát, hogyha én tudnám. A történetnek a nehézsége az az, hogy jövő hét szerdán lesz közgyűlés, de még ma sem biztos, hogy pontosan hány órakor, mert a fővárosi közgyűlést most az utóbbi időben szerintem legalább háromszor új időpontra, tervezett időpontra írták ki. Egyébként nem láttuk az előterjesztést. Hogy a főpolgármesternek titkos megbeszélései vannak. Hát lehet, hogy telefonhívást vár Kijevből. Lehet, hogy most az igazi fogja fölhívni. Egyrészt, másrészt nem lehet ilyenkor még látni a tényleges előterjesztéseket. Ugye ez is egy nagyon furcsa dolog, ha valaki kívülállóként néz, és azt gondolja, hogy hát elhívnak ide egy ellenzéki képviselőt, akkor miért nem az előterjesztésről beszél? Hát azért nem, mert az előterjesztés nem látható még. Ez talán majd holnap délután este felé válik a képviselők számára nyilvánossá. De hogy készüljenek föl, hogyha a last minute-ben mondják csak meg? Hát ez egy technológia most már, amit iparszerűen űz a karácsony vezette baloldal a fővárosban, hogy nagyon, nagyon későn küldi ki ez az előterjesztést. Ez egy nyomorult pegazuszuk, hogy utána nézzenek, hogy miről lehet majd szó. Hát az a baj, hogy ha volna is, valószínűleg nem erre használnak, nincsenek föltöltve, nem kapják meg a képviselők hivatalosan ezeket a változatokat. Nagyon rövid idő áll rendelkezésre arra, hogy egyáltalán lehessen az előterjesztéshez viszonyulni, értékelni lehessen, hogy például ennél az előterjesztésnél a forrás, ami... már volt ott, mennyi idővel előtte lehetett megkapni a témákat? Egy bő héttel a közgyűlés előtt már láthatóvá váltak
ezek a előterjesztések. Az SMS-ben nincsen meghatározva, hogy mikor kell ezt közzétenni? Ezt ő SMS-szerűen teszi, ugyanis megváltoztatta az SMS-t. Tehát Karácsony úgy változtatta meg a szervezeti és működési szabályzatot, hogy gyakorlatilag az ellenzéknek nem csak a hozzászólási vagy a módosítási jogosítványai, hanem egyáltalán a hozzáférési jogosítványai is a minimális csökkent. Akkor tehetséges ember ügyesen. Hát ezzel kezdte. Én egyébként azt gondolom, hogy ő ezt a rendkívül street és rideg SMS-t azért hozta létre, hogy a saját belső feszültségét tudja így csökkenteni. Tehát például nem lehet előterjesztéshez módosító indítványt a testületi ülésen benyújtani. Most képzeljen el egy olyan vitát, amikor vitatkoznak a képviselők valamiről, és kialakulna egy konszenzus valamilyen egyéb megoldásban. De nem lehet, be sem lehet nyújtani ezt a módosító javaslatot SMS-szerűen, mert csak a főpolgármester nyújthat be módosítást az előterjesztésekhez. Módosítást az ülés megkezdése előtt 24-36 órával le kell adni. Ha nincsen leadva, akkor nincsen módosító indítvány sem az előterjesztéshez képest. Tehát egészen, tehát ő beszél demokráciáról, szabad, átlátható Budapestről, viszont a demokráciát egészen egyedi módon alkalmazza. Majd megkérdezzük az általános főpolgármester helyettes, mert őt szóra lehet bírni, a főpolgármesterrel nem kísérletezünk, mert falakba ütközünk, de hogy lehet így dolgozni? Hát ez borzasztó nehéz. Tehát mondom, én Demszky Gábor főpolgármestersége idején is két ciklusban, Tarlós István főpolgármestersége idején is két ciklusban, és most Karácsony Gergely főpolgármestersége idején is képviselőt. De ilyen rossz, ilyen biztos vannak rossz idős barátai, akkor azt mondja el nekem, hogy hol tart a Lánchíd, és mikor gurulhatunk át rajta, és hogy betartották-e a költségvetést, tehát annyiba fog-e kerülni, amennyiről szó volt. Hát ezt a jóisten és az ő angyalai tudhatják-e, hogy betartják-e a költségvetést, majd amikor készen lesz, akkor lehet pontosan lett. Ne haragudjon, képviselő úr, én ezt nem értem, ön ott dolgozik, ezért kapja a fizetését, és akkor miért nem tudja? Hát azért nem tudom, mert egyelőre nincsenek információink. Ez le van titkosítva, hogy nehogy hát, Istenem, meg tudják? Nem, hát közérdetű adatigénylést kell benyújtani ahhoz, annak pedig 30-60 nap. Meg, önnek, mint képviselőnek igénylést kell beadni ahhoz. Persze. Pont most terveztük, hogy az ősz folyamán benyújtjuk ezt a közérdekű adatigénylést, hogy nagyjából lássuk, hogy hol tartanak a kiadások, hol tartanak a bevételek. Tehát teljesen másképp működik, mint akár Demszky Gábor idején. Tehát erre próbáltam utalni, hogy nem is Tarlós István, hanem még Demszky Gábor, aki egyébként szintén egy balliberális városvezető volt, még ő is sokkal inkább a demokratikus étoszhoz közelítve irányította a várost, mint Karácsony Gergely. Ez azért, mert ő nem demokratikus, vagy azért, mert esetleg nincs birtokába a vezetési, helyes vezetési módszereknek, vagy miért? Hát a fejében nem látok bele, hogy ő mennyire demokratikus, de az, hogy ő nem jó vezető, abban egészen biztos vagyok. De hát ő már volt polgármester is, ha jól emlékszem, Zugló városában. Hát látszik is Zuglón, végig kell menni Zuglón, és lehet látni, hogy milyen városvezető volt. Hát mennyi káoszt, milyen problémákat hagyott maga mögött a parkolástól kezdve, csak végig kell nézni. Tehát ő egy tipikusan alkalmatlan vezető. Tehát egyébként ez a mondatfűző, tipikusan alkalmatlan. Akkor ki döntött arról, hogy a parkolási díjakat emelni kell? Hát valószínűleg, hát a fővárosi közgyűlés maga döntött, de az előterjesztést ő készítette a parkolási díjaknak az emeléséről. Hol van a határa annak, hogy még pénzt elvenni, még jobban sanyargatni az embereket? Ugye alapvetően a parkolási díjak az egy várospolitikai kérdés kell, hogy legyen. Tehát ahol azt szeretném, hogy ott hagyják az autókat az emberek, és onnan tömegközlekedjenek, ott alacsony parkolási díjakat kellene bevezetni, ahol szeretném diszpreferálni a gépjárművel való közlekedést, ott be lehet vezetni magasabb parkolási díjakat. Tehát maga a parkolási díj az nem egy, legalábbis a klasszikus értelemben az nem egy adóként működő pénzbehajtási forma, hanem a városnak egyfajta irányítására egy olyan közlekedéspolitikai eszköz, amivel tudok támogatni, vagy tudok tiltani bizonyos fajta közlekedési formákat. De úgy látom, hogy a fővárosban ez nem így működik, hanem ahogy éppen kedvük tartja, terjesztik egyre inkább ki azokat a zónákat, ahol fizetni kell, és ahol egyre többet kell fizetni.
aki közelebb van a főpolgármesterhez, az előbb juthat hozzá az engedélyhez, hogy például módosításokat vezessen be, aki mondjuk egy ellenzéki vezetés a főpolgármesterhez képest, azok pedig nem. Tehát például az 5. kerületnek olyan dolgokat nem engednek már hosszú-hosszú ideje a parkolási rendszer változtatásában, módosításában, amit egyébként a 6. meg a 7. kerület nevetve megkap, miközben egyébként először az 5. kerületi polgármester kezdeményezte. Elsősorban is azért, hogy a környéken élők számára, az iskolába járók számára kedvezőbb legyen a parkolási rendelet. Tehát a gyerekeket például az iskola kezdés előtt még parkolási díj nélkül be tudják vinni az iskolába vagy az óvodába. Ezt mondjuk a 6. 7. kerületben engedélyezi, az 5. kerületben nem engedélyezi a főpolgármester. Pikkel az 5. kerületre? Pikkel az 5. kerületre főpolgármester van? Hát nem tudom, hogy pikkel-e, de azért az elég látványos, hogy például a főpolgármester az 5. kerületi polgármesterrel szemben egy vizsgálóbizottságot hozott létre, hogy a 5. kerületi polgármester például hogyan kezeli az önkormányzat 5. kerületi, tehát nem a főváros, az 5. kerületi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat. Ez is önmagában elég furcsa. Tehát ez olyan, mintha én otthon a szomszédokkal létrehoznék egy vizsgálóbizottságot, amivel a karácsonyt kezdeném vizsgálni, mert nekem nem tetszik az, ahogy a kerékpársávokat felfestik. Tehát ugye a fővárosnak semmi köze nincs az 5. kerület vagyonához, mint ahogy nekem a 18. kerületi utcai lakóknak nincsen köze ahhoz, hogy a fővárosban egyébként hogyan festi föl a főpolgármester a sárga sávokat. Tehát teljes szereptévesztésben hát van, és politikai... van közünk, mert a mi adóforintjainkból festegetnek föl. Hát jó, tehát nyilván, a közpénzből. Igen. Közpénzből, így van. Jó, ebben, igen. Azt mondja meg nekem, hogy a nagyon nagy gondolkodók közül, ön is ott ül közöttük, kinek volt az ötlete ez a 30 kilométeres sebességkorlátozás? Hát döbbenten állok a 30 kilométeres sebességkorlátozás körül, de én azt hiszem, hogy a 30 kilométeres sebességkorlátozást a főpolgármester közvetlen környezetéhez tartozó Úgy szoktam mondani, hogy ilyen haragos zöld környezetvédők találták ki, akik hát azért haragos zöld, mert hogy eléggé offenzíven és agresszíven próbálják a saját értékrendjüket átültetni a közbe, és keresnek egy olyan alanyt, meg keresnek egy olyan alkalmat, ahol ezt be tudják vezetni. Ugye már a sokat emlegetett kerékpársávoknak a fölvezetése és minden egyéb, és nem veszik észre azt egyébként, hogy az az élethelyzet, ahonnan esetleg ők a belvárosból ezt figyelik, az egészen más ahhoz képest, mint aki mondjuk a külvárosból napi rendszerességgel a belvárosba kell, hogy jelen. Hogy ezek a belvárosba laknak, ezek a haragos zöldek? Én azt gondolom, hogy ezek valószínűleg olyan emberek, akik naponta egy 800 méteres körön belül mozognak, és számukra édes mindegy az, hogy hány kilométeres sebességgel lehet menni, mert azt a 800 métert azt gyakorlatilag... Távol álljon tőlem, hogy az embereket mozgalmakba hívjam, vagy tüntetésekre, mert ez nem az én feladatom, de meddig bírja még a nép ezt az uralmat? Hát nem tudom, de az biztos, hogy ha most elindulnak a normál élet, ugye nincsen már Covid-helyzet, egyre kisebb a home office-oknak a száma, egyre többet kell bejárni ténylegesen jelenlétben a munkahelyre, az iskolákba, és a felújítások azok nincsenek készen. Itt-ott mindig sávelhúzások vannak, felbontások vannak, a közösségi közlekedési fejlesztések nem készültek el, hogyha az ember sétálgat az utcán, akkor fekvő munkásokat lehet látni, akik békésen szunyókálnak napközben, miközben az útfelújításról lenne szó. A lombjai alatt pihengetnek. Igen, sőt, szívesen meg is osztom a általam készített felvételeket ezekről a helyzetekről. Nem látszik az, hogy mikor lesz ennek vége, és ugye a probléma az, hogyha ennek nem lesz így ilyen formában vége, akkor amikor ténylegesen elindul a városnak a mindennapi megszokott élete, akkor iszonyatosan nehéz lesz A-ból B-be eljutni. Mondom, így, ilyen helyzetben is gyakorlatilag, hogy még az iskola nem kezdődött el, már lehet látni, hogy mekkora dugók vannak reggel a városban. Tehát ezt nem lehet ilyen erőszakosan az emberek szokásait megváltoztatni, átalakítani, és ebből tényleg problémák lesznek. Ez egy ragyogó végszó, és innét folytatjuk legközelebb, bízom benne, hogy hamarosan viszont láthatjuk a stúdióba. Kedves nézőim, megpróbáltuk a lehetetlent
Megpróbáltuk megtudni, hogy honnét van a városnak papírra és festékre pénze, vagy nyomnak, vagy előkerült a CIH-ból. Igazából választ nem tudtunk kapni rá, meg azt sem tudjuk még, hogy hogy lesz majd ez a 30 kilométeres sebességkorlátozás, és hogy majd visszarendezik-e azokat az utcákat, ahol csak szembe menő forgalom létezik. Köszönöm, hogy itt volt, és visszavárjuk Ugi Attilát, és most akkor folytatjuk egy polgármester asszonnyal, aki a 9. kerületet vezeti, neki is érdekes kérdéseket teszünk föl. Tartsanak velünk!